Egy kiütéses 9-0-ás idegenbeli győzelem után a megyei első osztályú tabella negyedik helyén álló Urkutat fogadta a feljutásra pályázó Perutz FC. A 20. forduló pápai összecsapása a kemény játékról, 4 gólról, kimaradt büntetőről és egy sajnálatos súlyos sérülésről marad emlékezetes. A rangadónak Perutz itthon tartotta a 3 pontot, és tovább üldözi a hétvégén szintén győzelmet arató Balatonfüredet. Sok szeretettel köszöntöm a Városi Televízió valamennyi kedves nézőit. Ebben a pillanatban Pap Ervin játékvezető Sipszavára elkezdődött a pápai Perutz FC Urkut bajnoki labdarúgó mérkőzés a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 20. játéknapján. Fehérmezben a vendégek láthatóak, míg a már megszokott sárga-kék szín összeállításában a Perutz csapatát láthatjuk. A vendégekről azt kell tudni, hogy egy jó ősz után tavasszal egyelőre keresik önmagukat, hiszen 4 mérkőzésen mindössze 1 győzelmet arattak. 2 alkalommal döntetlenre végeztek, és egyszer pedig kikaptak. Így lecsúsztak a dobogóról is, jelenleg holtversenyben a Tihannyal a 4. helyen állnak. A Perutz ellenben továbbra is jó tavaszt fut, mind a 4 mérkőzését megnyerték Martó Miklós tanítványai. 21 gólt lőttek, és mindössze 1-et kaptak. Legutóbb Devecserben ütötték ki a hazaiakat, akkor 9-0-ra diadalmaskodtak a pápaiak. Ismerkedjünk meg a kezdő csapatokkal a vendégeknél. Kádár Balázs őrzi a kaput, 5-össel Márton Gábor, 6-ossal Imre Péter, 7-essel Sáringer Dávid, 10-essel Takács Attila, 13-assal Garai Péter, 22-essel Pavlic Péter, 32-essel Kuti Dániel, 85-essel a csapatkapitány Marics Máté, 93-assal Lang István és 94-essel Varga Máté. Közben pápai szabadrugás. A Perutznál egy változás az elmúlt héthez képest. Mészáros Dávid helyett Nagy Péter került be a kezdőbe. Simon László a kapuban, 3-assal Vencel Zoltán, 6-ossal Baldauf Korát, 9-essel Nagy Péter, 10-essel Somogyi Rihárd, 18-assal Böröcki Bálint, 21-essel Kovács Szabolcs, 22-essel Szép Dániel, 25-essel Domjár Roland, 26-ossal Udvardi Mózes és 27-essel Szalai Gábor. A cserepadon Ugi, Mészáros, Szedlacsek, Szigeti, Ihász, Tóbiás és Györkös Bence foglal helyet. Ősszel 1-0-ra nyert a Perutz Urkuton, méghozzá Györkös Zoltán találatával. Hát egészen a 89. percig kellett várni arra a találatra. Végül is nagy nehezen a Perutz megnyerte azt a találkozót, Szép Dániel volt az előkészítő. Saját kapuja előtt passzolgat az Urkut, és most csúsztatják előre a labdát, de Udvardi már haza is passzolja Simonnak. Hát nagy kérdés, hogy melyik Urkutot láthatjuk a mai mérkőzésen, az őszi jó teljesítményt nyújtó csapatot, vagy a tavasszal csak bukdácsoló együttest. Természetesen a mérkőzés esélyese a hazai csapat. Szalai gyűjti be és passzol Udvardinak. Fegyelmezetten visszazárja az urkuti csapat. Szalai engedi el. Mehet tovább, Szalai előtt a helyzet. És Vencel. A 10. percben megszerzi Vencel révén a vezetést a hazai csapat. Hát Szalai nagyon önzetlen volt. Nagy volt, ahogy átlépte a labdát. Aztán visszakerült elé Baldauftól. És önzetlen maradt Szalai Gábor, aki az elmúlt héten is eredményes volt. Most Vencerer rugott egy gólt, mely már a 35. találata a csatárnak a bajnokságban. Nagyon szép támadás volt a hazaiaktól, melynek góla jutalma 1-0 Perutznak. Baldauf szépen játszotta tisztára magát. Böröcki jön. És kirúgás lesz, itt között a két játékos. Marics volt és Böröcki, előbbi húzta rövidebbet. Kell az orvosi segítség, elképzelhető, hogy csere lesz. Maricsnak nagy fájdalmai vannak. Veszélyes helyről jöhet az urkuti szabadrugás, a 22. percben járunk. Marics nem tudja folytatni, Temesi Bence a helyén. A 16-os csücskéről jöhet a fehérmezesek pontrugása. Most kapja meg a jelet az urkuti játékos, és Simonnak kell védenie.
Pavlic küldte kapura. Most már a hazai portásnak is van védeni valója. Imre. Vardi fejeli vissza Szalainak, aki fejjel teszi maga elé. És fölrúgják a 16-oson belül, az viszont belül volt akkor. 11-esnek kell lennie. Így is van, hát egyértelmű méterekkel beljebb volt Szalai Gábor, mikor szabálytalankodtak vele szemben, és Pap Ervin az asszisztens intésére büntetőt ítél a 35. percben. Szalai a gólpassza után kiharcol egy 11-est, és Vencel már ott is van a labda mögött. Teljesen egyértelmű szabálytalanság volt, talán még az Urkutiak sem reklamálnak. Na lássuk, Vencelnek meg lesz-e a 36. gólja. Vencel és Kádár néz farkas szemet egymással, és kihagyja Vencel Zoltán. Kádár eltalálta az irányt, illetve a sarkot. Marad az 1-0. Kár érte, pedig jó lett volna, hogyha két gólos előnnyel mehet szünetre a pápai csapat. Mondjuk ez még megvalósulhat, hiszen van még 10 perc hátra az első játékrészből. Kuti tette vissza. Kovács fejéről tovább kerül, ott a lehetőség és Simon óriási védése. 11-es reklamálnak a vendégek, de szöglet lesz, mutatja Pap Ervin, miután Pavlic lövését védi Simon. Domján, Borecki kérni a másik oldalon, Vencel szépen pörgeti tovább Nagy Péternek, most jön be a labda, és benn van a második Perutz gól. Szép Dániel a gólszerző. Három húzásból ismét gólt ér el a Perutz csapata a második félidő 51. percében. Vencel kiválóan pörgette tovább Nagy Péternek, aki remekül centerezett. Szép Dániel pedig közelről a hálóba kotorta a labdát, még úgy is, hogy Kádár beleér. 8 gólos már Szép Dániel a bajnokságban, 2-0 meccsállása. Innen már nagy csoda kéne, hogy a Perutz elbukja a meccset. Garai. Vencel volt erőszakos, mehet tovább. Most jön Nagy a hosszún. Nagy. Baldauf felé tálal. Baldauf nézi meg, kapufa! Baldauf lábában volt a harmadik találat. Vencel volt erőszakos. Nagy Péter pedig önzetlen. Jöhetett volna a harmadik gól, de csak kapufa lett belőle. Garai. Ez a rossz labda az Urkuti szempontból. Somogyi csap le rá, Somogyi lopja a távolságot, aztán ellövi Kádára, kipattanó Vencelé, ott jön Baldauf, 3-0. Sakmat helyzet, hát végre összejött Baldaufnak, sokat próbálkozott a mai mérkőzésen. Az elején nem nagyon találta a kaput. Sokat futott, sokat dolgozott, és ennek góla jutalma. Baldauf kapufája után 4 perccel már betalál az ellenfél hálójába, az 5. gólja a középpályásnak az Urkut elleni. Elvégezték az Urkutiak a szabadrugást. Garai. Böröcki rúgja ki, útban volt a játékvezető horvátnak. Vencel, Baldauf, most lépnek ki a Perutz játékosai, egy jó kontra lehet ebből. Vencel, jó labdát kap, Zitzer, elviszi a kapus mellett, és ott a negyedik iskolajáték, micsoda kontratámadás. A 70. percben Udvardi adott nagyon jó labdát. Aztán szépen végigvitte a kontrát a hazai csapat, 4-0. Vencel, 36 gólos a bajnokságban. 10 perc van hátra a mérkőzésből, 4-0 az állás. Garai végezte el a szabadrugást, Pavlic, aztán ki oldalra. Lang, jól csel. Márton, visszakerül Lang elé, a lövés, és egy szép gól. Ezek szerint nem volt les, az asszisztens mutatja, hogy szabályos a gól. Szép itt az Urkuti csapat a 81. percben. Szépen fölvarta a rövidbe az Urkuti játékos. Másodszor kap gólt a tavaszi szezonban a Perutz csapata. Az utolsó percben járunk már a hosszabbításban. Tóbiás. Kádár ejti ki a kezéből. A szabálytalanság volt, és ebben a pillanatban lefújja a mérkőzést Pap Ervin játékvezető. 5. tavaszi mérkőzésen is magabiztos győzelmet adott a pápai Perutz FC, mely egy
visszafogottabb első félidő után a másodikban jócskán ellenfele fölé nőtt, és ahogy mondani szokták, a játék minden elemében jobbnak bizonyult riválisánál. 4-1 lett a mérkőzés végeredménye, Vencel duplája mellett Baldauf, illetve Szép is betalált. A következő fordulóban a miénk Őskőre látogatnak, április 2-án rendezik majd azt a mérkőzést, majd április 8-án Ugod együttese érkezik a Peruc stadionba, azt 17 órai kezdéssel rendezik. Én megköszönöm Édül Krisztián operatőr kollégám nevében is figyelmüket, következzen Martó Miklós értékelése. Úgy gondolom, hogy az első félben nagyon jól játszottunk, egész addig a szituációig, amíg az a sérülés nem történt. Azt úgy vettem észre, hogy az bennünket zavart meg egy kicsit, utána egy kicsit kapkodtunk, de a második fél időben rendeztük a sorokat, és szerintem magabiztosan nyertünk ezt a mérkőzést. Úgyhogy még az első fél időben és a második fél idő közepéig még egy szép játékot is láthatott szerintem a közönség, és gyönyörű gólokat rúgtunk. 1-0 volt ugye a fél idő, mit kértél az öltözőben, hogyan értékelted az első 45 percet? Úgy értékeltem az első 45 percet, hogy nagyon kellett volna az a 11-es gól, amit sajnos kihagytunk. Akkor én úgy gondolom, hogy az első fél tökéletesen sikerült volna. Így, hogy nem rúgtuk be, én azt kértem a játékosoktól, az elején próbáljunk gólt szerezni, és arra próbáljunk még egy gólt rúgni, és akkor meg lesz az a mérkőzés. Én úgy gondolom, hogy ez sikerült is, és még voltak itt lehetőségek, amiket már a végén elkapottunk. A lefújás után derült ki, hogy az Urkutiak csapatkapitánya Marics Máté a Böröcki Bálinttal történt ütközés követően súlyos sérülést, sípcsontörést szenvedett. Én innen úgy láttam, hogy nem volt benne szándékosság. A játékosom is azt mondta, hogy sípcsonttal találkozott. Én elnézést kérek, nem szoktunk mi sérülést okozni senkinek. Sajnos ez így alakult, sajnálom a Maricsot, jól is ismerem, úgyhogy jobbulást neki. Az idei évben Debrecenben találkoztak az úszódiák olimpia országos döntőjének résztvevői, akik között a sikeres megyei szereplésnek köszönhetően több pápai diáknak is szoríthattunk. Az általános és középiskolások egyéni és váltó számokban álltak rajtkőre, szereplésük az erős mezőny ellenére is jól sikerült, a legjobb eredmény 100 méteres hátúszásban Nagy Rebeka ért el, aki harmadik helyen csapott a célba. Az országos diákolimpia döntő két napján mintegy 1300 tanuló mérte összetudását. A pápai diákok jól szerepeltek a megyei válogatón, összesen 10 egyéni és 4 váltó vívta ki a jogot a folytatásra. Közülük elsőként a harmadik, negyedik korcsoportosok ugrottak vízbe. Harmadik, negyedik korcsoportba, illetve a hatodik korcsoportba voltunk érdekeltek most, mivel még az ötödik korcsoportot azt majd június folyamán fogják megtartani, majd egybe a többi diákolimpiai sporttal. A harmadik-negyedik korcsoporttal utaztam én Debrecenbe, főleg ők voltak, akiket én készítettem fel, Pus és Gerköcökről van szó nyilván. Emellett még Németh András kollégám is a tűrből, a tűrös váltóval jött velünk és segítkezett a munkákba, illetve ő neki volt ebben a nagyobb szerepe, mivel mégiscsak ez az ő váltója, tehát ő rakta össze, gyakoroltak külön rengeteget, tehát érdemben ez az ő eredménye, amit elértek a Gerköcök. Nagyon jól szerepeltek egyébként a gyerekek egyénibe is, és a váltó is egyénibe. A 13. 14. helyezések, lett egy-kettő rontás is, de igazából ez belefér, mert mi kis gyerekekről beszélünk, úgymond, tehát még nem olyan rutinosakról, és ez mégiscsak egy B-kategóriás verseny volt, tehát nem lehetett itt mindenki rutinos, azt hittük. Pedig rengeteg olyan gerköz jött, aki még az alkategóriába is dobogós helyezést tudott volna elérni. Nem feltétlenül éreztem fair play-nek azt, hogy vízilabdások, öttusázók, minden olyan igazolt versenyző ide jöhet, aki nem úszik, tehát az úszó, aki igazolt, nem jöhet, mindenki más, aki igazolt, az jöhet, tehát itt éreztem egy kis ellentmondást ebbe a dologba. Amiért mentünk igazából, az sikerült, az időket sikerült megúszni, mondom, egy kivételével, talán egy rontott időnk lett, az összes többi javított, és kifejezetten büszke vagyok egyébként a tűrös váltóra,
mert ők a 9. helyet tudták megcsípni, ami elképesztő szoros és hatalmas nagy javítás árán tudták ezt megcsinálni. Ők név szerint Fodor Luca, Balog Eszter, Mógor Zsófi és Péter Lilla voltak a váltó tagjai, úgyhogy nekik is most is külön dicséret jár, illetve hihetetlen büszke vagyok rájuk, illetve egyéni számokban indult még Fodor Luca, SS Patrik, Dombos Bence. A hatodik korcsoportos versenyt a Petőfisek vitték úgymond a hátukon. Ott is a váltó nagyon jól szerepelt, tehát ez a 10. hely az elképesztően jó, főleg ebben a mezőnyben, és kifejezetten boldogsággal tölt el a tudat, hogy még az én drága öcsém is a csapatnak a tagja lehetett, és erősítette a csapatot. Úgyhogy ezért is nagyon büszke vagyok. Nagy Rebeka személyében egy harmadik helyezést tudott elérni, ami igazából nem lepett meg, mert az ideje alapján még akár második, sőt még talán első is lehetett volna. Ami meglepett, hogy gyönyörű szépen végig tudta ezt úszni, ezt a távot, annak ellenére, hogy jól tudom, másfél hónap múlva műtik a térdét, tehát hatalmas kínszenvedések árán tudta ezt megcsinálni, ezt az eredményt. Rontotta az itteni a megyén úszott idején, de még egyszer mondom, tehát nem csodálom, mert konkrétan lábát előtt tudta már hajlítani a vágtázás végén, úgyhogy ő rá is írtatlan, hogy büszke vagyok. Illetve még amit meg kell említenem, hogy a lebonyolítás az megint hihetetlenül kaotikus volt, tehát ilyen másfél órás csúszások volt olyan, hogy a gyermekeim konkrétan 10 perc, 15 percig álltak ott rajt előtt, tehát úgyhogy nem tudtak semmit, hogy mikor fognak indulni, ami azért egy 11-12 éves gyereknél azért ez megterhelő, és még mi sem tudtunk semmit, hogy éppen miért, tehát folyamatos adminisztrációs hibák voltak, megállás nélkül a rendszer az össze-vissza mért, meg ki kellett cserélni a paneleket, tehát nem gondolom, hogy ez egy olyan lebonyolítás volt, amit mondjuk itt a pápai versenyen ne tudtunk volna megcsinálni. Tekintsük akkor előre, említetted már, hogy lesz még országos érdekeltségetek, ezt leszámítva, ami mi vár rátok a következő hónapokban. Igen, tehát igazándiból nekünk most kezdődik majd a pusésoknak az igazi munka. Ezt a 3 hónapot betudtuk a felkészülésnek, illetve már az előző alkalmakkal említettem, hogy próbáltunk áttérni egy másfajta edzésre, amire hála jó, hogy a gyerekek nagyon jól reagáltak, és a fejlődésük az mérhető. Minden edzésen, illetve minden mérésnél látom, hogy jobbak, erősebbek, fejlődnek folyamatosan. És áprilistól konkrétan júliusig folyamatos versenyzésünk lesz, serdülőbajnokság, cápabajnokság, folyamatos országos bajnokságok, akkor régióbajnokságoktól kezdve vidékbajnokságig, majdnem minden hetünk, minden hétvégénk, illetve szerdától szombatig a versenyekre fog elmenni. Ezek közül, ami most áprilisban lesz, a szombathelyen lesz egy régióbajnokság, utána a tavaszi szünetben Leventével megyünk egy nemzetközi versenyre, Dunaújvárosba, az Aranyüstre. Ezzel, hogyha végeztünk, akkor lesz itt Pápán egy úszósuli körversenyünk, illetve májusban folytatjuk ugyanígy tovább a versenyzést. Úgyhogy most már bebizonyosodik az, hogy megérte ez a sok munka, illetve hogy bejött-e az újfajta edzés. A pápai iskolák közül a Petőfi Sándor gimnázium szerepelt a legjobban. A csapat egy fárasztó 400 kilométeres utazás után 3 egyén és 2 váltóban volt érdekelt. Hát középiskolában most az idén először ketté választották az 5. és a 6. korcsoportot. 6. korcsoportból a 8 kiadó helyből, ami mehet a megyéből az országos döntőre, abból 5 Petőfi gimnázium, méghozzá úgy alakult, hogy 3 egyéni és 2 darab váltó, azt nekünk sikerült megszereznünk, úgyhogy ez önmagában már egy hatalmas teljesítmény, és abszolút örömre ad okot. 5. korcsoportban meg 2 ember lesz a miénk, illetve egy azonos ember 2 versenyszámban, tehát hogy mindent összevéve szerintem a megyében az egyik legeredményesebb iskola voltunk, aki úszásból az országos döntőre delegált embereket. Mit vártál el a diákoktól, illetve ebből mit valósítottak meg aztán a medencében? Innentől már nem várok el különösebben semmit, tehát az, ha valaki eljut az országos döntőbe, ahol tudjuk, hogy megyénként csak egy ember lehet ott, tehát Budapestről ugye az első 3, tehát 22 induló helyből, az már hatalmas szó, hogyha valaki odáig eljut, pláne úgy, hogy amatőrökről van szó,
szó, tehát B kategóriáról, ahol most visszahozták ugyan, hogy a vízilabdások indulhatnak, de azon kívül semmilyen úszás, tehát úszássportákban igazolt versenyző nem vehet részt ezen a megmérettetésen. Tehát itt azokat kell összeszedni, akik valamikor régebben úsztak, vagy ügyes mozgással gyorsan elsajátítva és az amatőrök között kiemelkedve tudnak eredményt elérni. Ez nálunk abszolút jellemző is volt. Volt kézilabdás, volt kosaras, volt konditeremben járó, jó fizikai adottságokkal rendelkező, illetve vízilabdás, és természetesen két-három olyan tanulóm is, aki valamikor régen úszott, csak már jó pár éve abba hagyta. Debrecenbe kellett utaznunk, szállást nem biztosította a középiskolás korcsoportnak, megpróbálták úgy tenni a kezdési időpontot, hogy időben odaérjenek, ami akár az ország legtávolabbi részéről, konkrétan sajnos szinte rólunk van most szó, Veszprém megye, jó Vas megyén kívül nem nagyon volt messzebb induló, és tehát 400 km megtétele után kora reggel indulással én is úgy gondoltam, hogy ha már tisztes helytállással végigküzdjük a versenysorozatot, akkor az már nagyon szép eredmény. Hát ehhez képest minden idők legjobb szereplését tudtuk magunk mögött, hiszen kezdem akkor hátulról, a 12. helyet megszerezte Tóth Nikolett 100 méter mellúszásban, még soha nem sikerült neki, és Petőfis leányzónak ilyen szép eredményt elérni egyéni mellúszó kategóriában. Aztán jöttek a 10. helyezéseink, lett a fiú váltócsapat, 10. lett. Fiúk alatt valahol a 13-16. Hely környékén szoktunk szerepelni, ahhoz már kimondottan jó váltónak kell lenni, hogy ezen belül sikerüljen eredményt elérnünk, úgyhogy ez hatalmas siker, ez a 10. hely. Aztán jött 2. 8. helyünk, az egyik az egyéni számban, Kovács Ádám, majdnem sikerült neki az álomhatárt számára, és hát szerintem sok ember számára az álomhatárt elérni, mégpedig az 1 percen belüli úszást B kategóriában hangsúlyozom. 1 perc 0054-jel sikerült neki hatalmas egyéni csúccsal a 8. helyet elérnie. Óriási beúszás volt a végén, hárman egyszerre csaptak be, és 11 századon belül volt a három ember, hát ebből az Ádám jött ki a legrosszabbul, tehát egy szerencsésebb benyúlással akár a 6. pontszerző helyet is megszerezhette volna. A második, 8. helyezettünk a lányváltó volt, a 4x50 méteres váltó, ez megint csak egy hatalmas eredmény, tehát az, hogy 10 belül és ilyen közel a pontszerző helyez, ez csodálatos eredmény. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy itt aztán ebben a csapatban tényleg olyan úszók voltak, akik egyáltalán nem versenyeztek még soha életükben úszóversenyen. És hát a legszebb eredményt ugye Nagy Rebeka hátúszásban, 100 méter hátúszásban sikerült dobogóra felállnia. Évek óta nem volt dobogós helyezésünk úszásból, tehát ez egy hatalmas kiemelkedő eredmény. Azt már csak zárójelesen teszem hozzá, hogy a Rebeka az idei évben teljes felmentett testnevelésből, mert egy nagyon súlyos térműtét előtt van, és csak az úszás az egyetlen, amit még úgy, ahogy meg tud csinálni, de hát így is a nagy fájdalmakkal sikerült a célba érnie, és elég nehezen tudott onnan kimásznia. Tehát itt a 3. hely az számára egy hatalmas siker, nem beszélve arról, hogy ez ugye a diákolimpiai dobogós hely, ez több lett 10 pontot jelent majd a felvételinél. Szomszédvári rangadót rendeztek a Serdülő kézilabda bajnokság alsóházi rájátszásában. A sereghajtó Bakonyerdő Pápa az alapszakaszban 6. helyen záró Ajkát látta vendégül. Bár a vendégek 36-31-es sikerükkel érvényesítették a papírformát, a hazaiaknak egy bátrabb játékkal lehetett volna esélyük első pontjaik megszerzésére. A Bakonyerdő 3 hét múlva ismét hazai pályán tehet egy újabb lépést a fejlődés útján. Az alapszakaszhoz hasonlóan a rájátszásban sem tudta legyőzni az Ajkát a Bakonyerdő Pápa, mely 20-13-as fél idő után 36-31-es vereséget szenvedett. A korábbi fordulókhoz hasonlóan az Ajka ellen is volt néhány jó periódus a Csanádi Andráséknak. A cél az, hogy ez sikerüljön állandósítani. Meg vagyunk illetődve, mindig mondom klasszikusan, minden riportom így jön ez, hogy kevesen vagyunk, ez most sincsen másképp. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy jó, kedvezett az Ajkának az, hogy ők azért kísérletezésnek használták ezt a meccset, próbálkozták kivenni a két jó lövőmet, ebből az egyiket sikerült, és a másikat viszont nem. Ez nekünk feküdt, ezért talán most lőttünk először 30 gól felett. Már a Mária Újfalu ellen is volt egy biztató
22 percünk, azt hiszem, ami ennek a bajnokságnak mondjuk az erénye volt, de egyelőre sajnos ennyit tudunk, ennyi van ebben a serdülő csapatban, de amit tud, azt majd ki tudta hozni a pályára, úgyhogy ezért elégedett vagyok, és ez mindenképpen biztató a továbbiakban. Azért tudod, hogy ez a csapat, mert kevesen vagytok, vagy még idő kell, amíg összeszoknak? Fiatalok is, kevesen is vagyunk. Emellett hátráltat minket 1000 millió más körülmény, hogy nem tudunk szabványpályán edzeni, sőt, leginkább sehogy se tudunk edzeni, mert vagy az van, hogy a gyerekeknek még iskolai elfoglaltságuk van edzési időben, mert nem tudunk olyan időintervallumot találni, ahol a város tornatermei közül az a másfél alkalmas, amelyik van, tudjuk normális edzés lehetőséget biztosítani a számukra. Nyilván ezen dolgozunk, meg próbálkozunk, de ez nem egyszerű. Emellett nincs gyerek, ezt is be kell, hogy lássuk. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert az egyesületünk serdülő korosztályban már nem tud toborozni. Tehát ha ez a korábbi toborozás nem működik, 14 évesen, aki már nem választott magának sportot, az már nem is fog. Ez úgy gondolom, hogy már egy kimondható tény. Ennek ellenére ezek a fiatalok nagyon lelkesek, mindent megtesztek, ami számomra külön szívügy. Mondhatnék olyan nagyvárosi közhelyeket, hogy nem nézzük a tabellát, mert nekünk csak a fejlődés a fontos, de nekünk fontos az eredmény is, ami sajnos ennyi. Nem szerencsés, de nem átadjuk magunkat hamis statisztikákkal, és nem nyomjuk tele a városi médiát az, hogy milyen jó megy, ha nem megy jól. Be kell vallanunk, hogy ez a szezon nem a miénk, ez egyértelmű, ennek ellenére viszont, amit most megkapnak a gyerekek, az a jó légkör, az a társaság, összeértek, jó barátokról beszélünk, akiknek tulajdonképpen mondjam azt, hogy egy szabadidősport, egy kirándulás egyelőre még ez, de előttük van a jó példa, ott van egy sikeres junior csapat, aminek mindannyian a tagjai szeretnének lenni, van, aki már a tagja is. Igyekszünk együtt versenyeztetni őket, tehát az edzéseket mondjuk összevonni, amennyire lehet, hogy érezzék, hogy van hova feljebb, és hát a fontos dolog, hogy a felnőtt csapatunkat pápai játékosok alkotják, tehát ez egy egyenes út, aki úgy gondolja, hogy felnőtt korára egy megfelelő, kiegészítő tevékenységet szeretne az élete mellé, arra mi úgy gondolom, hogy a legjobbak vagyunk. Ezt tudjuk biztosítani, ez megy, ez a rendszer felépült, ahogyan azt ígértük is. Mi minden sportolni vágyó gyereket és felnőttet fogadunk, és ez jelen pillanatban erre elég. Ezt a serdülőt már sokadszorra kezdtük el építeni, ami azt tudom, hogy egyre jobb és jobb lesz. Nyilván ez az eredmények szempontjából csalóka, mert most azt mondom, hogy milyen szuper, mert a negyedikek vagyunk az alsóházban, ez tök jó hangzik, de hát nyilván 4 csapat van, minden csak nézőpont kérdése. Nem mindegy, hogy az aktuális ellenfeleink éppen az Eto 2, a Füred 2, vagy éppen kik. Most a Balatonfüred, az Ajka, a Mária Újfalu, és mi vagyunk egy bajnokságban, mi vagyunk a legfiatalabbak a mezőnyben, mi vagyunk a legkevesebben, ezt a tabella gyönyörűen mutatja. Viszont ma azt gondolom, hogy kicsit bátrabb hozzáállása, meg kicsit több kondival, több keresni valók lett. Felsoroltad ugye az ellenfeleket, ez azt is jelenti, hogy nagyon győzelmi reményeitek nincsenek az alsóházban? Nem merem ezt mondani. Azt mondanám, hogy most lebestülném a saját csapatomat, ha nem lenne esélyünk. Játszottunk egy nagyon jó meccset a Füreddel, nyertünk már ellenük fél időt. Az Ajka ellen most is nyertünk fél időt, a Mária Újfalu ellen 23 percig vezettünk. Jól is játszottunk, pedig nagyon tartalékosan mentünk, csak az a probléma, hogy valahogy mindig összejön valami. Én azt gondolom, hogy a Mária Újfalu ellen lett volna esély, sok volt a beteg, úgy utaztunk idegenbe, de az még lesz itthon, nem írnám le, nem lehet tudni. Papíron mindenki erősebb nálunk, mindenhol többen vagyunk, vagy minden csapatban többen vannak, de ez a csapat, ha így játszik, mint az mellékelt ábra mutatja, akkor van benne, és akkor még most is azt mondom, hogy Dávid a kapuban a végére javult fel, ott volt pár fontos védése, meg jó indítása, amiből mondjuk a 10 gólból 1-ből 5-öt csináltunk. András jó teljesített elő, bár nagyon irányítani kell, fiatal, de nagyon tehetséges, előtte benne nagyon sok van, de Nóczi Dani a jobb szélen teljes mértékben meglepett, nagyon labdabiztos volt, jól kevergetett, Gábor jól cselezett, de ennél még tud többet, mint amit tudott mutatni. A másik szélsőinktől nyilván több kell, Ádámnak a kéztöréséből most épült fel, ráadásul még fizikálisan is kicsi a mezőnyhöz, de nem ügyetlen, Oliver is jól játszott, magához képest mindenki jól teljesített, viszont
viszont ennél még tudunk többet, és hogyha ezt el egyszer fogjuk tudni vinni a pályára, akkor az egy meglepő nagy győzelem lehet. A bajnokság április 12-én 16 óra 30-tól hazai pályán Mária Újfalu ellen folytatódik. Március közepén Török Bálinton negyedik alkalommal rendezték meg a Wushu Open elnevezésű nyílt kungfu bajnokságot. A megmérettetésen 7 ország 37 egyesületének 300 versenyzője adta le nevezését, a mezőnyben a 7 csillag egyesület 3 tagja felnőtt és junior kategóriában indult. A pápaiak szereplése jól sikerült, a versenyzők 3 második helyet szereztek, kis szerencsével azonban fényesebb érmeket is a nyakukba akaszthattak volna. Taferner Zoltán és Császár Miksi a juniorok, míg Fülöp Tamás a felnőttek között indult az egyesület idei első megmérettetésén, melyet a Török Bálinti Sportközpontban rendeztek meg. A versenyzők felkészítője Pintér Péter elégedett volt tanítványaival, igaz, mint mondta, nagyobb koncentrációval, az első hely sem tűnt elérhetetlennek. Ez egy nemzetközi verseny volt, hát annyit kell róla tudni, 7 ország volt jelen, közel 300 versenyzővel és 36 sportegyesület képviseltette magát. Pápáról voltak is technikai problémáink, így összességében 4-en tudtunk eljutni erre a versenyre. 3 küzdelmi versenyző volt, aki indult, mind a 3-an light kontaktban. Hát az elvárásokat talán én egy picit fölé lőttem, mint amit kellett volna, de úgy gondolom, hogy nagyon szép teljesítményt nyújtottak. Hát megint amivel szembesültünk az, hogy tényleg nagyon kis apró dolgokon azért el lehet veszteni egy-egy mérkőzést. Hát Fülöp Tamás a felnőttek között a 70 kg-ba indult, igazából második helyen végzett. Hát ő nála volt az, hogy igazából én úgy gondolom, hogy lehetett volna fényesebb, akár a mostani teljesítménye alapján is ez az érem, hiszen nagyon-nagyon kiegyensúlyozott volt a mérkőzés, amit vívott az első helyér. Hát a bírók most máshogy döntöttek, nagyon pici volt a különbség. Lehet, hogy egy kicsit elfogult vagyok, én inkább azért neki adtam volna a mérkőzést, de hát ez be van mindig a light kontaktban. Ezen kívül Taferner Zoltán volt a másik, aki juniorok között, tehát a 16-17 évesek között mérette meg magát, és hát szintén második helyezést szerzett. Őnál volt még a legtöbb, azt gondolom, amit utána elemöztünk is, hogy azért vannak olyan taktikai dolgok, amit hogyha követ, akkor sokkal eredményesebb lehet lenni egy-egy ellenfél ellen, hiszen itt is az utolsó mérkőzés, ami ominózus mérkőzés volt, ott is ugye, hogyha kihasználja azokat a taktikai elemeit, ami hosszabbságából, magasságából adódott, akkor sokkal gördülékenyebb lett volna az a mérkőzés. A harmadik versenyzőnk pedig Császár Miksa volt, aki a 60 kg-osok szintén a juniorba, tehát 17 évesek között mérette meg magát, és 60 kg-osok között lett második helyezett. Nála is nagyon-nagyon kis apróságon múlotta, azt hiszem, hogy nem a domó legmagasabb fokára állt. Ez pedig maga az, hogy egy kicsit bátortalabb volt az erő átadás, ami kellett volna. Hát egyből a verseny után ugye felvétel alapján azért minden versenyzővel volt időnk kielemezni az eredmény hirdetésig a meccseket. Hát tudni kell, hogy ez volt az idei első verseny, tehát ugye sparring már azért volt itt Pápán, de éles helyzetben most volt az első, ahol mérettették magukat a versenyzők, úgyhogy én ezért bizakodó vagyok, hiszen ez nem az a verseny volt, amire még kihegyeztük igazából a felkészülést. Úgyhogy remélem, hogy a következő versenyek még fényesebbek lehetnek, illetve hogy tényleg ugye most a versenyzők Pápán abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy heti 4 edzéssel tudnak készülni itt a teremben közösen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek az idejéből meg is lesz azért az eredménye. Az egyesület tagjaira az elkövetkezendő hetekben több feladat is vár. Április 8-án lesz a következő versenyünk, az ugye a Magyar Kungfu Szakszövetségnek, a Magyar Bajnokságának az első fordulója lesz. Ott én bízok benne, hogy egy nagyobb létszámmal meg fogunk tudni jelenni, bár elég távoli lesz a verseny helyszín, hiszen Mezőtúron kerül megrendezésre, de oda egy 8 versenyzőt gondoltam én, úgyhogy remélem, hogy annyian el is tudunk majd oda jutni. Aztán április 22-én lesz egy másik verseny, amire szintén azért nagyobb létszámmal készülünk.
és a május 6-ával zárulna úgymond ez a fél évnek a versenyidőszaka. Júniusban még egy kisebb ilyen bajnokságon indulunk, de az nem országos szintű lesz, tehát az nem egy olyan jelentős lesz. És hát ami ebbe az évben nagyon fontos lesz, hogy lesznek nemzetközi versenyek is, és ebből egy Budapesten kerül majd megrendezésre novemberbe. Tehát a különlegesség az lesz, hogy itt lesz egy világkupa, amit most az IFUF, tehát a nagy világszövetség, ahol ugye több mint 70 tagországa van az IFUF-nak, annak egy világkupája lesz most itt, úgyhogy az lesz azt hiszem majd az évben a legjelentősebb megmérettetés, amire szeretnénk eljutni majd. Az iskola vezetője elmondta, a szanda edzésekhez továbbra is lehet csatlakozni. A szandáról ugye elég keveset tudnak nagyon sokan, ugye ez a kínai harcművészetnek a küzdelmi ága, és annyit kell róla tudni, hogy az ütések, rugásokon kívül nagyon sok benne a különböző földreviteli technika, dobás, rugás megfogások, illetve az alámenések, és hát most az egyesületben is, mivel két ilyen küzdelmi edzés van külön, ami a többi edzéstől teljesen külön zajlik. Ha valaki esetleg kedvet érez, és szeretné kipróbálni magát ebbe a szabályrendszerbe is, azt nagyon sok szeretettel várjuk, akár kedden, akár szerdai napon, hiszen ekkor zajlanak ezek a küzdelmi edzések, kedden 5 órától, szerdán pedig 6 órától, itt a Jókai utca 34 szám alatt. Bider Alex számára sikeresen zárult a 2016-os esztendő hosszú kihagyás után, eredményesen tért vissza a testépítés világába. A 7 éve személyi edzőként is dolgozó sportember tavaly a tervezett két verseny helyett 5 kupán mérette meg magát. Egy sikeres világbajnoki kvalifikáció után Hamburgban is közönség elé lépett, a hazai fit parádén pedig második lett. Élményeiről, valamint az idei tervekről beszélgettünk a sportemberrel, aki a testépítő mindennapjaiba is bepillantást engedett. Bider Alex 14 éven keresztül szertornázott, a sportág országos bajnoka. A Munkácsiban eltöltött általános iskolai tanulmányok befejezése után a sportember Győrben tanult tovább, ahol az érettségi után a testépítés kezdte el érdekelni, és 2011-ben elindult első versenyén a Superbadin. Hazánk egyik legrangosabb fitness és testépítő versenyén összetettben harmadik, kategóriájában második helyezést ért el. Ezután különböző okok miatt 6 éves kihagyás következett. 2016-ban kezdte újra a versenyzést, és mindjárt első helyen végzett egy VB kvalifikáción. A kezdetekről és a mindennapokról a Top Forma Sportegyesület elnökével beszélgettünk. Általános iskolás koromban szertornával kezdtem, hát majd 4 éves korom környékén elindult ez a dolog. Viszonylag jól ment, mondhatni, elkerültem Győrbe, ott még akkor Eto utánpótlásnál voltam. Aztán így kerültem be a Bercsényi gimnáziumba, folytattam az edzéseket, ez nagyjából 18-19 éves koromig. Kellett valami olyan sport, ami kihívás elé állít. Tehát próbáltam több sportot is, de azok annyira nem jöttek be. Tehát tetszett az újságokban, amiket láttam, persze ezek az izomszörnyek, de akkor még nem gondoltam ezt. 2010-ben gondolkodtam el azon, hogy most már ki kéne próbálni magam, tehát hogy most már megérettem egy versenyre. És akkor 2011-re felkészültem. Az volt az első versenyem, ott ugye kategóriám a második lettem, bejutottam az összetettbe, majd az abszolútba, mindegyiket harmadik helyen végeztem. De talán azért, mert az volt az első. Az még egy atletik kategória volt, tehát ez a bodynak a kezdete. Melyek voltak a legfontosabb versenyeid, milyen eredményekre vagy büszke? Hát talán most ebben az évben, ugye nekem volt egy 5-6 éves kihagyásom 2011 után. Elkerültem Győrbe, egy nagyon komoly edzőterembe. Gondoltam újra meg kéne mutatni, hogy azért itt vagyok. Most 5 versenyt csináltam végig, 2-t terveztem. Hát ebből lett 5. Ugye volt egy kvalifikációs verseny, ami a hamburgi világbajnokságra kvalifikált. Azt bajnokként zártam, kikerültem a VB-re, hát az már nem volt olyan jó. Top 6-ba vártak, de így az első 10-be kerültem csak be. De ma jövőre. Hogyan került képbe az edzősködés? Mert ha jól tudom, akkor edző is vagy. Így van, így van. Ez 2009-ben végeztem el egy 2 éves iskolát.
Hát, hogy hogyan került képbe igazából, amikor tehát én komolyan vettem ezt a dolgot, illetve bármit, amit csinálok, utána olvasok, meg belásom magam. Emberek mindig segítséget kértek, úgy vettem észre, hogy ez nekem megy, és akkor 2011-ben kezdtem a személyi edzősködést. Naponta 6-8 emberrel foglalkozom. Edzői szemmel hogyan látod magad versenyzőként? Hát én általában pessimista vagyok, meg szerintem ilyennek is kell lenni, tehát én bemegyek a backstage-be, akkor mindenkit izmosabbnak látok, nagyobbnak, meg jobban felkészültnek, aztán utána képeken látom esetleg vissza, hogy na, azért nem volt olyan rossz. Én azt is olvastam rólad, hogy alapítottál egy sportegyesületet is. Erről mit lehet tudni? Igen, ezt 2 éve csináltam meg. Hát megmondom őszintén, hogy először az a saját magam versenyzése miatt, de aztán már volt más srác, aki, illetve jelenleg is vannak srácok, lányok, akiket készítek fel versenyre. A testépítő szerint a táplálkozás mellett a türelem és a kitartás is legalább olyan fontos, ugyanis csak ezek hozhatják meg a sikert. Hát ilyenkor off-szezonban, amikor tömegelés van, azért az ember megenged magának bármit. De azért általában tojás, ilyenkor például sonka, kolbász is lemegy reggelente. Aztán 10 óraira általában valami gyümölcs, és akkor az ebédem meg az uzsonnám az csirke rizs, illetve a vacsorám az túró, tojás, tolhal, általában ilyenek, zöldségek, sok zöldség. Egyébként a magyar testépítő társadalmat hova helyeznéd mondjuk világszinten? Hát például most egy magyar testépítő, Kati Béla, szerintem sokaknak nem fog sokat mondani, de például ő most tegnap az Arnold, az ausztrál Arnoldról második lett. Aki esetleg most fogna bele riport kapcsán a testépítés, vagy érdeklődik neki, mit tudnál javasolni, mik az első lépések, amiket mindenképpen feltétlenül meg kell tenni? Fokozatosság elve, tehát nem szabad egyből belemenni a dolgokba, mélyen belemenni a dolgokba, nem. Tehát azért, ami az újságokban van, azt nem lehet elérni mondjuk 1 vagy 2 év alatt. Azért ez egy jó 10-15 év. Az idei esztendőre milyen terveid vannak? Hát tervek mindig vannak, aztán majd meglátjuk, hogy hogy jön össze. Tehát én úgy készülök, hogy ősszel, vagy legkésőbb jövő tavasszal fogok indulni. De hát ugye most az Arnold Klasszikot céloztam be, az egy IFBB-s verseny. Hát az egy elég komoly. Viszont ott van súlycsoport, tehát ott 80-as kategóriát, tehát a 80-on belül szeretnék indulni, arra szeretnék befogyni. Itt a VB-n nem volt, tehát itt 80 kilósan mellettem meg volt olyan, aki mondjuk 90-100 kilós volt. Az U15-ös félpályás lánylabdarúgó bajnokság rájátszásának 3. fordulóját a Perut stadionban rendezték. Az alsóház soron következő játéknapján a házigazda Pápai Egyesített Labdarúgó Klub Veszprémmel, Sopronnal és Csornával meccselt. A nyáron alakult pápai csapat számára jól sikerült a hazai forduló, hiszen a Veszprémet és a Sopront legyőzve 2 sikert ünnepelhetett. A pontvadászat április 9-én Sopronban folytatódik. Az alapszakaszban az U15-ös csapat a Zalaegerszeg és az Ajka mögött a 3. helyet szerezte meg, így a rájátszásban az alsóházba került. Tóth Ferenc tanítványai 1 győzelem, 4 döntetlen, 1 vereséges mutatóval várták a hazai mérkőzéseket, ahol nem is az eredmény volt a legfontosabb, hanem az, hogy a lányok élvezzék a játékot és tovább fejlődjenek. 3 mérkőzést játszunk minden egyes ilyen fordulón. Ma a Veszprémet sikerült megvernünk 1-0-ra, Sopron 2-0-ra, és sajnos, amit láttátok itt a Csorna ellen, az utolsó meccsen kikaptunk 1-0-ra. Mi okozta a vereséget itt a Csorna ellen? Fáradtak voltak már a lányok? Hát nem gondolnám, hogy fáradtak voltak, egyszerűen erre a meccsre nem úgy koncentráltak, vagy nem úgy jött össze, tényleg rosszul is játszottunk, tehát most az, hogy most az a gól olyan volt, amilyen belekapott egyet a kis Cseszten, szerintem félpályáról beívelte, vagy bement a kapuba. Nem, most nem játszottunk jól, a másik 2 meccs egész jó volt, ez most nem sikerült, van ilyen. A korábbi mérkőzésekkel mennyire vagy elégedett, hogy szerepeltek a lányok? Ez volt a 3. forduló, eddig 1 vereségünk volt, a többi mérkőzés mind döntetlen, erős 0-0. Tehát igazán az eredményekből is látszik, hogy a góllövéssel voltak a problémáink. Ma volt az első olyan forduló, amikor az egész keret itt volt, tehát minden játékosunk el tudott jönni. Meg is tett az eredménye, mert végre sikerült nyernünk. Mi a cél a lányokkal a bajnokságban, hiszen ha jól tudom, akkor nyáron alakult ez a csapat? Igen, hát ugye az elsődleges célunk az, hogy jövőre egy nagy pályás csapatot össze tudjunk hozni. Most már a létszám már megvan, van még rengeteg kiszemeltünk, már beszéltünk rengeteg leányzóval, aki esetleg, ha úgy alakul, csatlakozna hozzánk. Tehát az elsődleges célunk az, hogy egy jó 20-as, 22-es keretet összehozzunk. Ugye ezzel a kiemelt képzési központtal
amit Pápán valamit sikerült tavaly elnyernünk, ezzel sokkal több feladatunk van. És itt mondom, tehát ennek a korosztálynak a fő célja az, hogy egy stabil nagy pályás csapatot összehozzunk. Én úgy érzem, hogy fejlődünk, tehát edzegetünk a lányokkal, jönnek is, most majdnem azt mondtam, hogy szép számmal, de hol így, hol úgy. Ugye önálluk, erről már mindig, vagyis már többször beszéltünk, hogy jó páran vannak, akik több fronton harcolnak, ugye kézilabdások is vannak, judós, táncos, tehát itt azért kicsit nehezebb, mint a fiúknál, de hála az égnek azért jövögetnek a lányok. A másik, hogy ami nagy problémánk volt tavaly, hogy nem volt kapusunk, most úgy néz ki, hogy sikerült találnunk a Piriti Rebi, ő is judós, de szerencsére azért focizni is szeret, és nagyon ügyes, tehát talán ez a problémánk is megoldódik. Hát rengeteg feladat van még, rengeteget kell edzeni, még gyerekeket próbálunk szerezni, de hát majd alakul. A tél hogy telt a csapatnál a felkészülésről, és ejtsünk pár szót, hogy voltatok-e teremtornán, mennyien jártak edzésre? Egész télen edzettünk teremben, járogattak, azt tudni kell, hogy a U13-mal együtt edzünk. Volt olyan edzés, ahol 25-26 leányzó kergette a labdát, tehát a létszámmal abszolút nincsen baj. Teremtornákon is voltunk, Pápán is volt teremtorna, vegyes eredmények születtek. Annyit tudni kell, hogy nálunk annyira nem jellemző az, hogy tehát nincsenek akcelerált gyerekek. Ugye a legtöbb csapatnál van 2-3 megtermett leányzó, aki akkorákat lő, hogy szinte lebontja a falat, hogyha eltalálja. Nálunk ilyen nincs. Ennyivel ők előbbre vannak, de emiatt nem fáj a fejünk. Majd, hogy nem a filozófiánk, inkább annyi, hogy jöjjenek a lányok. Tehát aki jön, senkinek nem mondtuk soha, hogy ne jöjjön edzésre. Jönnek minél többen. Inkább próbálunk technikai jellegű edzéseket tartani. Ez tőlük függ, hogy mennyire veszik át azt az edzésmódszert, amit mi próbálunk nekik átadni, de nincsen baj a lányok lelkesedésével. Az elmúlt héten a 2002-2003-ban született általános iskolás fiúk és lányok részére rendezték meg a Városi Kosárlabda Diákolimpia küzdelmeit. A megmérettetésen 4 fiú és 2 lány csapat vett részt, a tét pedig a megyei finálén való részvétel volt. A városi selejtező helyenként színvonalas játékot hozott, a lányoknál a Tarci, a fiúknál az eseménynek helyszínt biztosító Szent István iskola csapata diadalmaskodott. A fiúknál a Szent István, a Gyurác, a Tarci és Lovász Patona vetélkedését a házigazda Szent István nagy fölénnyel nyerte, míg a lányoknál a Tarci elsőségéhez nem férhetett kétség. A megyei mezőnyben egyik továbbjutó csapatnak sem lesz könnyű dolga, de a fiúk nagy eséllyel a dobogóra felférhetnek. A negyedik korcsoportos lányoknál sajnos csak 2 csapat jelentkezett erre a város körzeti tornára, a Szent István iskola csapata és a Tarcinak a lány csapata. Előtte mi már játszottunk egymással mérkőzést, úgyhogy nagyobb illúzióink nem voltak. Egyedül az volt a célunk, hogy a túl nagy különbségű vereség elkerülésre kerüljön, és minél több játékidőt tudjunk biztosítani a benevezett játékosoknak. Tehát a Tarcinak a lánycsapata megérdemelten győzött, sok sikert kívánunk nekik a megyeire. Sajnálom, hogy még nem jelentkezett esetleg más, vagy jelentkeztek más csapatok, de egyelőre ez így alakult. Teljes mértékben elégedett vagyok, mivel hogy a lányok megtapasztalhatták, hogy egy kicsikét rámenősebbnek kell lenni, hogy az igazi mérkőzés milyen, de semmi gond nincsen, nézők volt, a hangulat volt, és ezért is próbálkoztunk, hogy egy kicsit élőbbé tegyük ezeket a dolgokat itt, hogy a mi iskolánkban is legyenek ilyen diákolimpiai küzdelmek. Azt kell, hogy mondjam, hogy inkább a negyedik korcsoportos fiúknál odért már látszott, hogy vannak, akik egyesületben pattogtatják a labdát. Ott azért volt szép technikai megoldások, 3-pontos dobások is voltak. Itt a lányoknál inkább csak a küzdelem dominált, azt gondolom, tehát a mi csapatunkban nem. A Tarcisok csapatában azért lehetett összjátékot látni, és szép akciók voltak. A fiúkra szeretnék visszatérni.
ott azért azt gondolom, hogy meglepetés is született, hiszen a Lovászpatoni iskola csapata egyedüliként nevezett már a harmadik korcsoportban is a lányoknál, a körzetből a kosárlabdára, és azt gondolom, hogy a fiúknál maximálisan megállták a helyüket, hiszen ők lettek a másodikak, ami Szent István és Sainka játszották a döntőt. Most azt kell, hogy mondjuk, hogy a mi csapatunkban azért elég sokan egyesületben sportolnak, ez maximálisan megjátszott, hiszen mind a két mérkőzésen, mondjuk, hogy az elődöntőben és a döntőben is, hát nagy fölénnyel tudtak nyerni a fiúk, és reméljük, hogy meg tudják állni magukat a megyei küzdelemben is, és nagyon szívesen láttuk a másik két iskola csapatát, szintén a Tarcis fiúk voltak, itt ők lettek negyedikek, harmadikak pedig a gyurászos fiúk lettek. Jó hangulatban, viszonylag sok nézővel zajlottak a mérkőzések. Nyilvánvalóan azt egy kicsit korábban kellett kezdenünk, amikor még 6. óráknak nincsen vége, akkor kevesebb néző van. Hát amikor meg már 4 óra után vagyunk, akkor meg már szintén, de a kettő között azt hiszem, hogy mindenki megismerhette ezeket az iskolákat, és jó játékokat láthatott. Annak örülök, hogy sportszerű küzdelmek voltak, a fiúkról van szó, picikét szűk ugye a terem, nem volt semmiféle sérülés, megértették, hogy ez a kisebb teremhöz milyen speciális adottságok kellenek, és játékvezetőkkel is egyéb ilyen vita se volt. Önnek is köszönöm, és minden segítőnek, aki segített, hogy ez a két nap jól sikerüljön, és remélem mindenki meg volt vele elégedve. Szívesen látunk majd a jövő alkalommal is. Hát inkább ugye a kisebb, tehát harmadik korcsoportosokat, hiszen azok ők azért jobban elférnek itt benn. Tehát akkor a szavaiból azt hiszem ki, hogy a megyein gyakorlatilag a tisztes helytállás a cél. A Szent István iskolának most ezeknek a fiúknál ennél azért kicsit többre lesznek képesek. Én pontosan nem tudom megmondani annyira ezekben a fiatalok küzdelmeiben, nem vagyok ott minden alkalommal, de én azt gondolom, hogy ha nem valami kiemelt csapattal játszanak a pápai fiatalok egyesületi szinten, tehát gondolok itt Zalaegerszeg, Körmend, Fehérvár, akkor a környező településekkel Tapolca, Veszprém, Várpalota a egyesületi szinten mindenféleképpen szoros mérkőzéseket, sőt győztes mérkőzéseket vívnak. Hát nyilván a megyeibe most ezek a gyerekek fognak összecsapni, csak iskolai szinten, tehát ugye szét vannak szedve, hogy úgy mondjam, ezek a gyerekek. Hát ahol több egyesületi szintű játékos van, én erre is biztattam őket, hogy akik egy helyre járnak edzésre, páros kapcsolatokba, hármas kapcsolatokba igyekezzenek, hiszen tulajdonképpen itt egy-egy edzőmérkőzést tudunk játszani, együtt úgy nem tudunk készülni. Én azt gondolom, hogy azért reméljük, hogy a dobogóra valahova felférünk a megyein, ami meglehetősen iskola történeti dolog lenne, mert lányok már voltak dobogósok, de fiúk még nem.